Három első osztály kezdte meg a tanévet a Gyáli Bartók Béla általános iskolában, ahol kiemelt figyelmet fordítanak a tanulás nyugodt hátterének biztosítására. Szeptember 26-án pedig idén is megemlékeztek névadójuk halálának évfordulójáról. A mai napon azért jöttünk ünneplő ruhára, mert iskolán névadójára, Bartók Bélára emlékezünk. 1945-ben ezen a napon halt meg New Yorkban iskolák névadója, és zenével foglalkozott, zeneszerző volt, népdalokot gyűjtött, ezért a legméltóbban úgy tudunk megemlékezni róla, hogyha mi itt énekelni fogunk, és zenét fogunk hallgatni, és közösen a Bartókos gyerekek énekelnek. Arra kérek mindenkit, hogy nagyon fegyelmezetten figyel, és amikor bekapcsolódhat, akkor kapcsolódjon be az énekünkbe. Varga Tündi néni készül a gyerekekkel, alsós gyerekekkel, és a műsorban szerepelni fog Zabál Laci bácsi is. Nagyon jól fog játszani. Köszönjük szépen előre is neki. És akkor most mindenki nagyon figyel. Hagyományosan erről napról meg szoktunk emlékezni, szeretünk kicsit kötetlenebből
emlékezni iskolák névadójáról, hiszen ő a zenével, népdalokkal foglalkozott, és ilyenkor együtt szoktunk énekelni, ez most is nagyon jól sikerült. Évfolyamonként készültek az alsós gyerekek, és közösen is énekeltünk a végén. Ünneplőbe öltözünk, kicsit megemlékezve így is a névadónkról, és éneklünk sokat ezen a napon. És ahogy a háttérben is lehet hallani, most már nagyon nagy az élet itt az iskolában, elkezdődött a tanév. Hogyan kezdték itt a Bartókban? Hát igazából mondhatom, hogy rendben és nyugodt körülmények között indulhatott a tanév. Tanárhiányunk igazából nincsen, pontosabban minden állást be tudtunk tölteni. A napköziben nem sikerült tanítónéniket találni, de itt is meg tudtuk oldani a napközi csoportok vezetését, irányítását. Örömmel tapasztaljuk, hogy nő, rohamosan nő a gyereklétszámunk. Nem olyan régen még 330-an voltunk, most már 453 fő a mai napon a tanulóink létszáma. Örülünk annak, hogy egyre szívesebben hozzák ide a gyerekeket a szülők. Három első osztályt tudtunk így indítani, kettőt akartunk, de három első osztály lett. Nagyon féltünk attól, hogy nem fogunk találni tanítónénit, de szerencsénk volt. Találtunk két új tanítónénit, hiszen a tavalyi tanév végén három tanítónénink is nyugdíjba vonult. Sikerült megtalálni a helyettük azokat a tanítónéniket, akik méltóan folytatják az ő munkájukat. Idén ugye minden év folyamon már az újnat szerint fogunk tanítani, a legfontosabb feladatunk ezeknek a zökkenőmentes megoldása. Másrészt pedig az iskolánk profilja, hogy mindenki a neki megfelelő képzést kapja meg. Van nagyon sok problémával küzdő beilleszkedési, tanulási zavaros, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekünk, őket is, és legalább ennyire fontos, hogy a tehetséges, kiemelkedően jó képességű gyerekek is megkapják azt, amire szükségük van. És hát a harmadik legfontosabb, amit én és nem úgy gondolom, hogy most már minden kollégám nagyon fontosnak tart, a mindenki jogait tiszteletben tartani. Az Arizona programra épül a munkánk, aminek az a fő mottója, hogy mindenkinek joga van nyugodt tanuláshoz, mindenkinek joga van a nyugodt tanításhoz, és mások jogait tiszteletben tartom. Tehát addig, amíg egy órán nincs rendfegyelem, addig nem lehet hatékonyan dolgozni, és mindannyian nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden órán nyugalom, béke és harmónia legyen. Csak így lehet rendesen tanulni.